Ez a Maja meséi. Ha mondjuk egy tanár rám nézett, akkor azt látta, hogy én figyelek, miközben belül bennem zakatolt az aktuális rockzenekarnak a legnagyobb slágere. Ez a mai napig jellemző rám egyébként, tehát veszélyes vagyok önmagamra nézve, hogyha mondjuk a körúton sétálok. Olyan országban nem menj, ahol fordított a közlekedés, mert az katasztrófa lehet a számodra. Hát pedig az egyik kedvenc hobbim az, hogy nagyon érdekes helyeken, de mondjuk leginkább Dél-Kelet-Ázsiában motorozom. Van, aki egy zenekarban húzza le a zenészi pályáját, van, akik szólistaként, te viszont ilyen hol itt, hol ott. Miért alakult ez így? Nem feltétlenül vagyok csapatjátékos. Nagyon fel kell néznem valakire mondjuk szakmailag, hogy nekem meg akarja mondani, hogy merre hány méter. A hangulat ingadozásaid mennyire befolyásolják a napi tevékenységeid? Nagyon. Nem jó dolog engem mondjuk felébreszteni 9 óra előtt. Ez a Maja meséi.